Kedves filmbarátok, a Nyíregyházi Kródi Gyula Átmozi Filmklubjának ajánlóját látják. Alapvetően maga a mozi szeretne alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy karanténban élünk, és tippeket akarunk adni a filmbarátoknak, hogy hogyan lehetne túlélni ezt a helyzetet, milyen filmeket érdemes megnézni. Első alkalommal a filmklub keretében adnék néhány tippet, néhány tanácsot, hogy milyen filmeket érdemes megnéznünk. Igazából a ötletet az adta, hogy napjainknak egyik nagy és kedvelt filmrendezője, Kornéliu Porombújónak bemutattuk a Hegyek szigete nevezetű filmet, és mind a kritika, mind pedig a nézőközönség szempontjából hát nagyon vegyes volt a fogadtatás. Igazából az, hogy vegyes volt a fogadtatás, nehéz így címkéznünk a filmet, mert általában nem tetszett senkinek, aki megnézte. Én szeretnék egy picit ezen a változtatni, mert hogy nekem meg, vagy rám legalábbis óriási hatása volt maga a film. Szóval Krisztián Porombolyú, illetve a román új hullámról mondanék néhány dolgot, meg általában a filmmel kapcsolatban, hogy hogyan lehet közel férkőzni magához a filmhez. Egyrészt, ha a román filmről vagy román új filmről beszélünk, akkor minden kritika, minden tanulmány a 2000-es évet határozza meg, mint kezdő időpont. 2000-ben Romániában egyetlen egy játékfilm sem készült, ami ugye meglepetés lenne ismerve, hogy az elkövetkező néhány évben vagy évtizedben milyen jelentős lesz a román filmtermés. Ezt általában a kritika nulla évként határozza meg. Nagyon fontos, igazából nem is azért a nulla év, hogy arról beszéljünk, hogy kezdett, hanem arról, hogy utaljunk arra, hogy ha meg szeretnénk találni a román új filmnek a legmélyét, a gyökerét, a szívét, ahhoz közel fogunk tudni hozzáférni, akkor alapvetően az olasz neorealizmust kell megemlítenünk, vagy abban az irányba kell egy kicsit kutakodnunk. Ezért Rossellinének a nulla évre hivatkozunk ezzel kapcsolatban is. Azaz, hogyha igazából címkézni akarjuk a román filmet, akkor a neorealizmus lesz az a címke, ami jól ráragasztható erre a filmgyártásra. Maga a kritika rengeteget vitatkozik, vagy nagyon sokat vitatkoznak azon, hogy igazából ez egy egységes filmirányzat, egységes stíluse, vagy külön-külön rendezők, akik azonos generációhoz, vagy közel azonos generációhoz tartoznak, és ők készítenek filmet. Mind a kettő mellett van érv, hogy egységesnek, illetve különbözőnek tekintsük az irányzatot. Azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy van néhány alapszempont, ami alapján el kell indítanunk az elmélkedésünket. Egyrészt Romániában nem létezett új hullám a 20. században, tehát amíg Kelet-Európában is a filmművészetben végigfutott a filmművészet megújításának a igénye, addig ez Romániában nem történik meg. Hát ismerjük nagyon jól, hogy a 70-es évek, 60-as évek végétől, 70-es évektől egy nagyon kemény, radikális, ortodox, kommunista rezsim uralkodik, mindenféle kritikát is, művészeti szempontot háttérbe szólít. Két filmet szoktak emlegetni, ami az alapja lehet ennek a korszaknak. Egyik az Akasztottak erdeje, amely Cannes-ban annak idején rendezői fődíjat nyert. Ezt azért érdemes tudnunk, hogy nagyjából úgy kell belőnünk, ez a Kósa-féle 10.000 nap szintű filmről beszélünk itt. Ebben a beosztásban, ami a 60-as évek cannes-i filmművészetét jelenti, ez a második díjat jelenti magában a filmfesztiválon. Illetve Pintiliének a Helyszíni szemle nevezetű filmjét 68-ban, ez az utolsó jelentős film a román filmben, tekinthetjük alapnak. Az elkövetkező, hát durván 40 év, de inkább olyan bő 30 év arról szól, hogy igazából a román film nemzetközi szinten nem létezik, egyre inkább az alapvetően a kommunista párt meghatározott instrukció alapján készülnek a filmek, komoly esztétikai és társadalom történeti értéke nincs ezeknek a filmeknek. A 2000-es években megváltozik minden, vagy a 2000-es évek elején egy új generáció kerül a film közelébe. Mindnyájan még a Ceausescu rendszerben születnek, de már a felsőfokú tanulmányaikat a 90-es években végzik, úgyhogy egy generációhoz, azonos történeti környezethez, azonos társadalmi szituációhoz tartoznak, de nem egységes filmesztétikai nyelvet vallanak. Ebből következően igazából én azt vallom, hogy azt tudnánk mondani, hogy
maga az irányzat, mint filmirányzat nem jelenik meg, hanem az alkotók azonos társadalmi környezetből származnak, azonos kulturális közeget fognak képviselni, és hasonló módon látják a világot, de más-más esztétikai megközelítések, vagy más-más esztétikai szempontok alapján vizsgálják a világot. Általában, mint ahogy a filmművészetben, vagy általában a művészet történetben mindig kiemelkedőek, triászokban szoktuk volt belőni a film vagy a művészetnek a színvonalát. Itt is három rendező emelkedik ki a rendkívül nagyszámú tehetséges rendezők közül. Az egyik Kriszti Puju névre hallgat, ő lesz az első, ő lesz, aki leghamarabb befut, és legnagyobb, a korai időszak legnagyobb neve lesz majd. Hát neki nem teljesen azonos a többiekkel a pályafutása, mert hogy ő nem Bukarestben fog végezni majd a filmművészeti egyetemen, hanem Svájcban, Genfben tanul filmet, onnan kerül majd vissza Romániába, és talán ezért is, mert nyugat-európai kapcsolatokkal rendelkezik, valószínűleg finanszírozni tudja majd a filmjeit. Az első film, ami nagy áttörés, az a Lazarescu úr halála névre hallgató film, ami szintén Cannes-ban jelentős sikereket fog majd, vagy ért el annak idején. Ezt kifejezetten csak olyanoknak tudom ajánlani, akik hát nagyon elkötelezettek a filmművészet iránt, illetve másik oldalon nagyon érdeklődnek a társadalmi kérdések társadalmi kérdések nagyon érdeklik őket. Egy idős bácsi halálának az agóniáját látjuk Laza 3 órában, úgyhogy magát a filmet tényleg csak úgy érdemes megnézni, ha egy látleletet akarunk látni arról, hogy hogyan is működik egy kelet-európai, egy balkáni társadalom a kommunista rezsim felbomlása után, melyek azok a szervezetek, melyek azok a rendszerek, milyen mentalitások határozzák meg az adott társadalmat. Ha valaki ezzel a nyitottsággal és érdeklődéssel közelít a kérdéshez, akkor annak sokat fog adni majd maga a film. Alapvetően leolvashatók a filmjegyek, amelyek későbbiekben meghatározzák majd a román filmet. Egyrészt, hogy szuperrealista, tehát nem is realista, nem is kisrealista, hogy az irodalmakban szokott szerepelni, hanem szuperrealista módon közelít a valósághoz. Másrészt nagyon-nagyon jó a rendező koncepció, illetve a színészi játék, pontosabban a színészek instruációja a filmben. Ez egy alap, mert hogy nem létezett román film, nem létezett román új hullám, de létezett egy nagyon magas színvonalú román színház. Ennek a következménye az lesz, hogy a filmeiknek a legerősebb része az mindig a rendező, illetve a színész összjátékából jön létre. Nagyon erőteljesen lehet érezni a színházi világból töltekező filmművészetet. Maga a film hatalmas siker, Európában rávilágít magára a román filmre, és akkor értem szerint a többieknek már egy picit könnyebb dolguk van, mert hogy már egy viszonylag bejártott úton kell haladniuk. Jön az én személyes kedvencem ebből a történetből, ugye Krisztián Mungiu névre hallgat ez az angol tanár, aki amúgy jászvásári lenne, ott végez majd az egyetemen, és ott is fog tanítani egy ideig, meg újságíróként is működik, aztán elvégzi is Bukarestben a filmművészeti egyetemet, és már akkor is a kisfilmjeivel jelentős sikereket ér el, de hát természetesen a legfontosabb sikere az a, manapság már úgy hívják, hogy 4-3-2, ami eredetileg ugye úgy szerepel, hogy 4 hónap, 3 hét, 2 nap névre hallgató film, amely aztán nagydíjas lesz Cannes-ban, ez az első nagydíj, amit a román film nyer, nagydíjas lesz Cannes-ban, az év filmje lesz 2007-ben, és hát Krisztián Mungiu ettől kezdődően a legnagyobb sztárok közé emelkedik, majd rendező sztárok közé emelkedik majd. Maga a film minden elemében azokat a jegyeket hordozza, ami általában jellemző majd a munkásságára. Őt elsősorban a román társadalom összetettsége, a meglévő struktúráknak a túlélése, illetve a struktúrába következő mentalitások fogják majd érdekelni. Itt a 4-3-2-ben alapvetően a késő Ceausescu korszak mentalitásával, struktúrájával foglalkozik majd. A következő filmében a Dombokon túl, ami szintén egy kiemelkedő alkotás, abban pedig már a Ceausescu korszak utáni román társadalomban túlélő
szervezetek, hatalmak és mentalitásokat fogja majd vizsgálni. A 2010-es évektől kezdődően egy picit kiürül a film rendezése, vagy a filmjei, ezt a hagyományos szuperrealista és történelmi és társadalmi érdeklődésű filmjeiket fogja majd készíteni. Talán ha a film színvonala nem is fog csökkenni, de hát az érdeklődés már, az újszerűség nincs jelen ezeken a filmeken, olyan nagy tekintélye, vagy olyan nagy érdeklődés már nem vált ki a közönségben ezek a filmek. Az érettségi filmet azért még mindenkinek tudnám ajánlani, attól függetlenül, hogy most vagyunk az érettségi időszakában, attól függetlenül a film napjaink román társadalmában lévő balkáni viszonyokat próbálja egy picit modellizálni. És aztán itt van a főhősünk, Corneliu Porumbiu névre hallgató román rendező, ő indul legkésőbb, de hát ő is a legfiatalabb a hármójuk közül, ő indul legkésőbb a filmes karrierben. Ő szintén Bukarestben végez a filmművészeti egyetemen, és szintén a korai kisfilmjeivel is már jelentős sikereket ér el, de talán a legfontosabb film, ami készült a neorealista román filmben, az a Forradalmárok névre hallgató film. A film már rengeteg apró pici érdekessége van, egyrészt rengeteg címe van. Többféle módon mutatták be. A magyar fordítást használom, ez a Forradalmárok, ami talán a legjobban mutatja majd a filmnek a jellegét. Nyugat-Európában 1208 Kelet Bukarest néven futott a film, mert hogy 1989. december 22-én 12 óra 8 perckor bukott meg Ceausescu valójában, vagy akkor bukott meg a rezsim, és hát a film értelem szerint a forradalommal, Ceausescu bukásával kapcsolatos eseményekből fogja kibontani majd a társadalom képét. Másik, vagy a harmadik eleme pedig, hogy volt-e vagy nem, ez a román címnek a magyar fordítása, manapság már a filmlexikonok így kezelik ezt a filmet, amely arról beszél, hogy a filmnek az alaptémája, hogy létezett-e egyáltalán Romániában forradalom, vagy nem. Vaslóban vagyunk ebben a helyzetben, szintén moldvai terület, maga Porumbiu vaslói származású, és a három figura, egy hát enyhén alkoholista történelemtanár, egy kisnyugdíjas, illetve egy média vállalkozó, vagy kulturális marketinggel foglalkozó férfi szemszögéből mutatják be a december 22-i vagy decemberi eseményeket. Alapvetően mindnyájan másképp emlékeznek magára az eseményekre, és ezért érdekes ez, hogy igazából létezett-e, mert a valóság és annak a reprezentációja foglalkoztatja Porumbiut, tehát minden egyes filmjének ez az alap nézete, hogy a megtörtént események és az arról kialakított kép között van-e összefüggés, vagy egyáltalán lehet összefüggésről beszélni, hogyan tudjuk reprezentálni a valóságot. Minden filmjében persze bebizonyítja azt, hogy a valóság reprezentációja nem lehetséges. Mindig a valóság mellé interpretációkat fogunk majd fűzni, ezért inkább számunkra az interpretációk a fontosak, és kevésbé a valóságban megtörtént események lesznek kézzelfoghatóak. Szóval a Forradalmárok bebizonyítja azt, hogy három típusú valóság is létezett a Ceausescu rendszer megbukása környékén, és mindenki a saját maga személyes karrierje, mentalitása, érdekei felé fordítja majd az eseményeket. Igazából persze az a nagyon fontos eleme magának a filmnek, hogy az utolsó néhány perc, amikor is egy... Mert hogy a forma, amit követ, az a korai gagyi keri tévéknek a beszélgetős műsorait fogja majd idézni. Inkább mondjuk így a provinciális kelet-európai világot, annak a művi környezetét látjuk, és a betelefonáló fogja majd nekünk megadni a megfejtést a filmmel kapcsolatban, hogy ő nem tudja, hogy létezett-e forradalom, vagy nem létezett forradalom, meg ő nem tudja, hogy ezek az emberek részt vettek-e benne, vagy nem vettek benne, de azt tudja, hogy a fiát lelőtték Bukarestbe, és azt érzi, hogy újra kell kezdeni ezt az egész világnak az építését, és közben azt látjuk a képen, hogyha valaki nem látta a filmet, hogy elkezd esni nagy szemekben a hó, vasló,
városára, tehát hogy hogyan lehetne tiszta lapot húzni, és hogyan lehetne úgyfajta módon közelíteni a történeti valósághoz, ezt próbálja modellálni a filmben. Ugyanezt az elemet viszi tovább a Rendészet és a Nyelvészet című filmében, és aztán ennek tényleg nagy a hype-ja, elsősorban a film kritikusok környezetében kolosszálisnak tartják a filmet. Szintén csak annak tudom ajánlani, aki igazából már jártas a filmművészetben, meg többet vár egy filmtől, mint sem csak a cselekmény és az akció. Ebben egy fiatal rendőr kalandjait látjuk, a kalandokat természetesen idézőjelben, amikor is fiatal gyerekeket követ, hogy füves cigivel próbálja őket majd elkapni, mert azt a parancsot kapta, hogy be kell bizonyítania, hogy ez a román társadalomban ez egy törvényszegű magatartás. Rendészet, nyelvészet benne van, elsősorban ugyanarról szól, hogy a valóság és a nyelvi reprezentáció problémáját próbálja itt boncolgatni a rendezőnk. Alapvetően az lenne a célja, hogy amit látunk és amit leírunk, a két világ nem, soha nem ér össze. Ez többször is a szánkban rágja maga az alkotó, többször is elhangzik a nyelv, a nyelvi struktúráknak a sajátossága, és hogy ezek hogyan nem teljes egészében illeszkednek a valóságra. Úgyhogy folytatja ezt az utat, hogy hogyan lehet a valóságot valamilyen módon rögzíteni, reprezentálni. Ez azért fontos mindig hangsúlyoznunk, mert igazából a Hegyek szigete nevezetű film, amit ajánlok mindenkinek, és hozzáférhető bármilyen ilyen online oldalakon, ugyanezt a témát viszi tovább, hogy a film, itt most konkrétan magára a mozgó filmre, vagy a mozgó képre gondol, hogyan alkalmas arra, hogy a valóságot, vagy a valóságnak a reprezentációját megjelenítse. Ha nem ebből az irányból közelítünk, hanem alapvetően esztétikai irányból, vagy műfaj irányból közelítünk a filmhez, akkor csalódás fog okozni. Látható módon Porombolyú, aki a legfilozófikusabb a három nagy rendező közül, leginkább absztrakt a gondolkodása, azért választja a film noir műfaját, a legklasszikusabb műfaj, hagyd nekem azt mondanom, hogy Casablanca, ami ez a, vagy Mátai Sólyom, vagy lehetne is sorolni a film noirhoz köthető filmeket, legműfajibb krimi filmek egyike, mindig kötött, rögzített helyszínek, kötött, rögzített kamerabeállítások, a figurák, a karakterek azok mindig ugyanazok, mindig feltűnik majd egy végzett asszonya a történetben, mindig lesz benne egy korrupt rendőr, mindig lesz egy jószívű bűnöző, aki a kérges felszín alatt egy igen mély jellemet takar. Szóval itt végig lehetne folytani ezt a film noirnak a jellegzetességeit, tehát nem véletlen, hogy ezt választja. Egy ilyen nagyon jellegzetes műfajt választ, hogy bebizonyítsa a számunkra, hogy a film alkalmatlan a valóság teljes, totális reprezentációjára. Ezért választ sematikus filmjeleneteket, sokszor untig lejátszott kliséket látunk a filmben. Hagyd ne kelljem azt mondanom, a Hitchcock-féle pszichó jelenetei feltűnnek magában a filmben is. Egyértelmű utalás, egyértelmű számunkra adott mankó, hogy igazából nem az a célja, hogy készítsen valamifajta egetrengető filmet, hanem megpróbálja a kliséken keresztül értelmezni a film reprezentációs igényét és a valósághoz való viszonyát. Ezért a vége rendkívül szirupos, rendkívül gicses, hőseink egymásra találnak, a végzett asszonya és a korrupt rendőr. Együtt fognak majd elhajózni a egzotikus kelet irányába, szóval, hogy persze, hogyha így nézzük, akkor egyszerű, klisészerű csalódást okoz a film, de ha behelyezzük Porombolyúnak a egész működésébe, amelyben a nyelv, a kommunikáció eszközrendszerét vizsgálja, akkor igazán jó szórakozás lesz számunkra majd ez a film. Ajánlom mindenkinek.